Talán meglepő, de a statisztikák szerint a legtöbb erőszakos bűncselekmény családon belül történik. Az áldozat leggyakrabban valamelyik gyerek vagy házastárs. Az azonban elég ritka, hogy valamelyik szülőt érjen súlyos bántalmazás, Nyéklát házán ez történt. Egy nyéklátházi családnál igencsak eldurvult a szilveszteri buli. Egyik pohárbort követte a másik, de az ünneplés és az ivászat nem csak a szilveszternek volt betudható. Itt látjuk részeben őket állandóan, a anyák is, az apák is, meg a fiúk is. De itt nem bántottak senki, köpöntek. Az alkoholfogyasztás miatt rendszeresek voltak a családon belüli viták és verekedések. De 2017 szilveszter estéjén El Csaba túllőtt a célon. A vádlott a sokadik pohár után feszekedni kezdett édesapjával, majd lögdösődtek. Ezt követően először egy karóval kezdte ütlegelni, majd puszta kézzel megfojtotta. A vádlott Nyéklátháza település külterületén, a Szőlőhegyen, egy vikendházban, borházban lakott. Az egész családot jellemezte az alkoholhoz kötődő életmód és a rendszeres alkoholfogyasztás. 2017. december 31 napja is ezzel telt, napközben is már fogyasztottak alkoholt, majd az esti órákban, ez 22 óra körüli időpontra tehető az, amikor a családban ismételten veszekedés alakult ki, a konfliktus helyzet a vádlott és az édesapja között jött létre. Ekkor történt a tragédia. Csaba az édesapját dulakodás után lelökte a lépcsőn. A sértett hanyat levágódott, legurult ezen a lépcsőn, és a bejárati ajtóhoz került. Ide a vádlott követte őt, és a bejárati ajtó kitámasztására használt kihegyezett karóval, amelyet egyébként az apja a vesszőseprők készítéséhez használt. Ezzel a karóval legalább 5 esetben megütötte. Ezen bántalmazást követően pedig 2 kézzel ráfogott az apja nyakára, összefonta az ujjait, és a hüvelyk ujjakkal nyomva a gégéjét megfojtotta. A halál oka is a fulladás. Ezután Csaba az édesapját magára hagyta, és felment az emeletre, elaludt. Másnap, tehát új év első napján, hajnali 4 óra körüli időpontban telefonon értesítette a mentőszolgálatot, azzal a bejelentéssel, hogy az apja rosszul van, és jöjjenek ki, lássák el. Kiérkezéskor viszont a mentősök már csak a halál tényét tudták megállapítani, és értesítették a rendőrséget. A helyszínelést végző rendőrök viszont már ott rögtön tapasztalták azokat a körülményeket, amelyek arra engedtek következtetni, hogy itt bűncselekmény elkövetéséről lehet szó. A vádlott mindvégig azzal védekezett, hogy amikor ő mentő segítséget kért, akkor az ő apja még lélegzett, az apja még életben volt. Ezt viszont a bizonyítási eljárás cáfolta. Stábbal a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei község felé vettük az irányt, ahol a gyilkosság történt. Először az a hír járt a faluban, hogy baleset történt. Nem csak a bíróságon védekezett ezzel Csaba, hanem ezt adták elő a szomszédoknak is a tragédia után. Mi baj, aki kiabált, a felesége, hogy Sanyi bácsi meghalt az öreg. Először azt hittem, hogy azt mondta nekem a fiú, hogy beleesett egy karóba. Mert sepüny karó, ki voltak hegyezve, azt hittem, hogy ebbe esett bele. Mert először úgy volt, hogy megszúrta, hogy nyakon szúrta ügyét, az apját. De aztán utána kiderült, hogy megfojtotta. A településen bolyongtunk, de az esőben a házat, ahol a gyilkosság történt, sehol sem találtuk. Végül ez az asszony igazított útba minket. A negyedik oszlopnál van egy nagyon rossz, ami se teteje, se ablak, se ajtó, semmi már. És amikor itt laktak, akkor is ilyen állapotban volt ez már? Nem, már nem annyira, nem. Tehát akkor ez romlott? Laktak benne, úgyhogy nem, azóta, hogy kitörte szét, vagy kiverte szét, nem tudom, de nagyon rossz állapotban van az a ház. Jártak így napszámra dolgozni, megkaptak valami segélyt, ennyiből. De akkor ezt el is itták? Persze, persze. Hát csak elitták, mert mindig részegek voltak.
És az anyjuk se tudott rendet rakni a két férfi között? Nem. Ő is nagyon ide. Sajnos ez volt. Ez a szomszéd elmondta, hogy minden nap hallotta veszekedni Csabáékat. Volt ennek valami előjele? Tehát benne volt a levegőbe? Hát, a levegőben nem is, de volt mit akasztudna. Megmondom őszintén, kívülbe rakott, hogy ez volt mit. És az anyjuk? Hát, az anyjuk is megitte a rajtot. Megitte? Megitte. És ő próbált rendet tartani köztük? Vagy ez... Mikor hagyna? Uh-huh. Mikor hagyta? Ő is volt, hogy alig bírt haza menni. Szakember véleményét kérdeztük, hogy mi lehet az oka a gyilkosságnak, és milyen szerepet játszhat az alkohol ilyen esetben. Általánosságban lehet arról beszélni, hogy bármilyen hihetetlen, a családon belül történik az erőszakos cselekményeknek a döntő többsége. És ennek több oka is lehet, hiszen egy család az egy zárt közösség, jobban keretek közé vannak szorítva, és hogy a feszültségek azok sokkal inkább össze tudnak gyűlni, és sokszor nem kerülnek kimondásra sem, hanem csak gyűlik, és akkor egyszer történik valami, ami kirobbantja valaki, aki rendszeres szerhasználó, ez legyen akár alkohol, akár kábítószer, és ezek a szerek alapvetően és a folyamatos használatnál oldják a gátlásokat, csökkentik a kritikai készséget, egyre fontosabbá válik az, hogy a szert elő tudja magának teremteni, és hogy ez is okozhat a családon belül olyan konfliktusokat, ami akár egy agresszív cselekménynek az elkövetéséhez vezethet. Most pedig kanyarodjunk vissza az ügyészségre, ahol a szóvivő Jog Zsolt a vádlott bírósági tárgyaláson tanúsított viselkedését és védekezését ismertette. Folyamatosan változtatta a védekezését. Aktuálisan, attól függően, hogy éppen a nyomozás mit tárt fel. Ezek a védekezések mindig arról szóltak, hogy a konfliktus helyzetben ő nem akarta támadni az apját, az apja ütötte meg őt, vagy a ütését, pofonját akarta megelőzni, attól tartott, hogy az apja megüti, ezért lökte le a lépcsőn. A karóval bántalmazás tényét tagadta, és azt is tagadta, hogy ő megfojtotta volna az apját. A folytogatás külső nyomaira három különböző verzióval állt elő. Az első, hogy napközben az egyik vitájuk során védekezésképp megfogta édesapja nyakát. Egy másik változat pedig, hogy az apja, azaz a sértett pulzusát akarta kitapintani. Még harmadik variáció az volt, hogy amikor ő a hajnali órákban a szükségét akarta végezni, és ezért ki akart benni az épületből, ott találta az apját a földön fekve, a bejárati ajtónak támaszkodva. Ebben az állapotában akart rajta segíteni, és két kézzel nyakánál fogva emelte fel az apját. Mentegetőzés ide vagy oda, a szakértők és az ügyészség Csaba védekezésének az ellentétjét bizonyították, hogy nem baleset, hanem gyilkosság történt. 2019. május 14-én pedig ítéletet hozott a Miskolci törvényszék. A Miskolci törvényszék a mai napon nem jogerős ítéletet hozott, melyben bűnösnek mondta ki Csabát emberölés büntettében, és 10 év börtönben letöltendő szabadságvesztése és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet után az ügyész indítványozta a letartóztatás fenntartását. Ezzel szemben a vádlott és ügyvédje ennek megszüntetését kérte. Szintén az előzetes megszüntetését indítvány. A bíróság az iratok és a bűnyítékok alapján megállapította a vádlott személyi körülményeit is, ami szerint Csaba vádlott nőtlen, kiskorú gyermeke nincsen, szakképzettséggel nem rendelkezik, 8 általános iskolai végzettsége sincs. Figyelemmel arra, hogy a vádlottnak semmilyen olyan kötődése nincsen, mely ellensúlyozna a szökés és elrejtőzés veszélyét, a bíróság megítélése szerint a letartóztatást továbbra is fenn kell tartani, a tárgyalást a bíróság berekezti. Védencével fellebbezést nyújtottak be az ítélettel szemben, mi indokolta?
Védencem 10 év börtönbüntetést kapott nem jogerősen. A fellebbezésünket bejelentettük, enyhítés véget. Álláspontom szerint olyan enyhítő körülmények állnak rendelkezésre az ő vonatkozásában, amivel kapcsolatosan úgy gondoljuk, hogy esetleg a másodfokú bíróság enyhíteni fog a büntetésen. Az elsőfokú bíróság is figyelembe vette az enyhítő körülményeket, de úgy gondolom, hogy azt nem kellő súllyal értékelte. El Csabát a miskolci törvényszék apja meggyilkolásáért 10 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. A döntés viszont nem jogerős, így az ügy másodfokon a debreceni ítélőtáblán folytatódik tovább.